Üdvözlök mindenkit, Nekrokrim vagyok, srácok, jön némi Division hír, féleség újabb infók láttak napvilágot, fogunk beszélgetni egy kicsit arról, hogy visszatérnek a vörtájerek, hogyan, fognak, hogyan fog kinézni a klán rendszer, hogyan fognak kinézni a specializációk a különböző karakterekre, és mivel járnak ezek, akkor fogunk beszélni a hírekről egy kicsit, meg azoknak a statjairól. Némi, hogy is mondjam, kétely merült fel bennem a Division 2 módolás bildeléssel kapcsolatban, de ezt most már megbeszéljük. Nem lesz egy túl hosszú videó, csak egy általános egy-két hír, ami úgy érzem ahhoz, hogy későbbiekben, vagy az elején megértsük a játékot, nagyban hozzá fog járulni ahhoz, hogy egy kicsit sikeresebbek legyünk már az elejétől. Szóval, amit mondtam, visszatérnek a word tájérek, tehát megint az ötös ös word tájér lesz a legmagasabb, de ahhoz, hogy egy újabb szintet tudjunk feloldani, ezen túl valószínűleg egyféle strongholdot kell elfoglalni, legyőzni. Na most, hogy a Stronghold alatt mit értenek, azt még nem tudjuk, lehet, hogy csak egy simpla, egyszerű küldetés lesz, menj be abba a házba, lőd le a boss aztán gyere ki. Mondjuk valószínűleg az lesz a küldetés, de hogy milyen nehézséget fognak felállítani, azt nem tudjuk. Na én nagyon szeretném, hogyha egy olyan nehézséget állítanál föl, ami nem csak azért van, hogy ó, győzzük le ezt a Strongholdot, hogy gyorsan világot váltsunk, hanem legyél megfelelően felgérelve annak a világnak a szintjére, hogy le tud győzni azt a Stronghold boss hogy aztán magasabb szintre ö, menjél, és ne érjen már ott egy meglepetés, hogy ö, Hopsz, ez egy Word Tire 5, hát én a Word 2-es gíremmel legyőztem a Word 4-es boss és itt a Word 5-ben meglőnek egy lövéssel. Szóval lehet egy kis kihívás ebben a Strongholdban, hogy kelljen egy kicsit farmolni azokért a bizonyos cuccokért. Nos, a következő klán rendszer. Na most ez érdekes lesz, és ez egy nagyon jó koncepció, úgyhogy azt hiszem, hogy klánok készüljetek fel, azok, akik klánban gondolkodnak, közösségben gondolkodnak, mindenképp egy nagyon pozitívumot találtak itt most ki. Hölgyem és uraim, el lehet dönteni, hogy PVP klán, vagy PVE klán, vagy éppen mind a kettőt szeretnétek képviselni, inkább lájtosabb közösség alapú klán, vagy professzionális klán szeretnél képviselni, de a klánoknak lesznek heti rewardok, -ok, és a klánok nyomon követhetik a statjaikat, hogy mit értek el, külön individuálisan az emberek a klánon belül, valószínűleg nyomon követhetik, hogy miket értek el, sőt, lesz állítólag egy olyan, hogy clan member of the month, és a, a hónap klán tagja. Szóval lesz, tehát a játék vissza ki fogja mutatni, hogy mely, mely clan tag volt abban az adott hónapban a legproduktívebb ezen a téren. Ez, ez, ez tök jó. Szóval azoknak, akik szeretni fogják a Division 2-t is játszani fognak ezzel a játékai, klánban lesznek benne. Azt hiszem, hogy egy nagyon jó uh, motivációt ad arra, mert hogy állítólag a klánoknak lesznek ilyen külön feladataik is, amit ha teljesítenek, ugye akkor kapnak érte rivordokat. Úgyhogy ez, ez tök jól hangzik, hogy őszinte legyek. Szóval nem gondoltam volna, így ez az alapja egy sikeres klánnak. Az, hogy a klán mérni tudja, azt a mennyiséget vagy minőséget, amit belefektet ebbe a játékba. És ez egy sikeres klánnak az alapja. Ez össze tud tartani egy klánt, akkor is, hogyha az egyének, egyének benne szólósabb játékosok akár, és nem csak csapatorientáltak. És ha csapatorientált, akkor meg végképerősíti. erősíti. Ilyen egy jó klán alap. Ez nagyon kevés játék tudja igazából azt hiszem nyélbe ütni, de ha ez tényleg így lesz, akkor ez nagyon-nagyon-nagyon-nagyon jól hangzik. Térjünk rá egy kicsit a karakterekre, úgyis, és a specializációikra a karaktereknek, ugye lesz a sniperes, na akkor mondjuk úgy, hogy Nevezzük a nevükön őket. Tehát lesz a Sharpshooter, Survivalist és a Demolitionist. Tehát ezek a specializációk, amelyeket lehet majd választani a Division 2-ön belül, természetesen bármelyik karaktert választhatod bármikor, és meg lehet az összes három és a többi, és a többi, de azon kívül ugye, aki játszott a demóval, a bocsánat, a bétával, ami nem régiben volt ugye, az észrevehette, vannak perkek, amelyeket fel lehet oldani. Na most ezeken a perkeken kívül minden specialistának uh, saját perkei lesznek, és nem úgy lesz, mint a Division 1-ben, hogy hármat kiválaszthatsz, és azokat viszed magaddal, hanem nem, mint egy passzív képesség az összes uh, perk be lesz kapcsolva, és van egy jó pár perk mindegyik specialistának, és ami bónuszokkal hozzájár. Szóval uh, nem azért csak hármat kiválaszol, hanem minden uh, perket, amit magok a specialistáknak vannak, azok passzívként jelen lesznek a, a játékban. Uh, na most egy kicsit uh, beszélgessünk a special ammo-ról, és a minden specialistának lesznek bónuszaik, mit tudom én, tegyük fel, hogy a, a demolitionist, hogyha a gránátjával öl, akkor mit tudom én, hogyha többen nem itt öl meg blast damage akkor van esély arra, hogy a signature ammo t kap. A signature weapon, signature fegyver, ugye a speckó fegyver, ami azoknak a specialistáknak van. Ugyanakkor mondjuk a demolitionist az meg lesz védve a e, robbanástól minden 60. másodpercben. Szóval ilyen, ilyen bónuszokat e, kapunk. Ugye például a Survivalist az azt csinálja, hogyha elkapcsolod az életfeltöltés, vagyis hát az új úgymond armor feltöltés, az nem azt fogja csinálni, hogy instant újra tölti az armorodat, hanem e, folyamatában e, Valamennyi armort foly folyamatosan visszatölt. És ez például egy nagyon ö, érdekes koncepció. Tehát nem az, hogy instant feltölt neked armort, hanem neked és a társaidnak tölt fel, ö, ha jól emlékszem, 25% armort ö, nem tudom hány másodpercen keresztül. És ugye az ember ilyenkor elgondolkodik, hogy mi van, hogyha négyen vagyunk egy squadba, és mindegyik survivalist-tel van, és mindegyik ugye ezt a bónuszt kapja ketten elkapcsolják ezt a képességet, az azt jelenti, hogy egyszerre akárhány másodpercen is keresztül majdnem 50, 50 nyi uh, armort fog visszatölteni. Ha PvP-ben lőnek rád, akkor, és folyamatosan mondjuk 10 másodpercen keresztül 50 nyi armort kapsz te és a csapatod, uh, mert hogy két szörveivel elkapcsolta a képességét, az némileg egy kicsit OP-vá fogja tenni a dolgokat, és Unbalanced fogja tenni a dolgokat. Meglátjuk, hogy ez hogy lesz, ezt majd még ki kell matakozni, de ez egyelőre így eléggé fura dolog, és nem nagyon látja az ember értelmét arra, hogy, hogy más használjon például egy PvP játékban. PvE-ben egy kicsit más, mert a mobok sebeznek akkor át, hogy nem feltétlenül lesz elég, de még PvE-ben is ha azt mondom, hogy két survivalist bekapcsol bekapcsolja ezt a képességet, de talán négy kapcsolja ezt a képességet, akkor ez hogy lesz? De így felsztekkelődnek a dolgok, vagy... Na mindegy. Az a lényeg, hogy bónusz-bónusz hegyére hátán lesz, és ez emiatt, a specialista bónuszok miatt megeshet, hogy a különböző meta buildek újra napvilágot látnak a Divisionben. Eddig eddig abban a hitben voltam, hogy a build változatosság hatalmas lesz a játékban, és félreértés lehesség az is lesz addig a szintig megeshet, megeshet, ez teória, hogy addig a szintig, amíg el nem kezdünk endgame menni, mert hogyha ott igazán ütni akarunk, igazán jó akarunk lenni, akkor megeshet, hogy nagyon el kell toljuk, a buildünket egy bizonyos sikeres build felé, és sikeres kimatekozott build felé, meta felé ahhoz, hogy végig menjünk azon a bizonyos küldetésen sikeresen. Ettől függetlenül egy általánosabb builddel is meg lehet csinálni, de akkor lehet, hogy több csapatjáték kell, de hogyha igazán megeshet, hogy ki lehet metázni a dolgokat, és egy-két OP build fog ebből születni, ami eltolja a játékot a nem feltétlenül fan irányba Uh, meglátjuk, meglátjuk, hogy ez hogy alakul, erről fogunk még beszélni, valószínűleg akkor ugye, hogyha a játék kijön, és egyre-egyre több bild és információ fog napvilágot látni erről. Egyről ennyi lett volna, srácok, tetszett a videó, dobja egy lájkot, iratkozz fel, nyom rá a csengő jelecskére, hogy a többi videóimról is értesítést kapjatok. Lici, lici, lici. Na, uh, köszönöm a figyelmet, sziasztok!